Horváth Botond, és én pedig Lejtolt Ferenc vagyok, hogy megtegyük az elosztást. Az előadás címe Védekezés kártevők CNC forgalma ellen. Nem lesz annyira technikai jellegű, mint amennyivel az előző volt. Némi elméleti dolgot is azért belekavartunk, de azért gyakorlati jelentősége is azért van némi. Az előadás tulajdonképpen egy Káposztefest projektnek egy belső kis apró része. Ez a projekt arról szól, hogy bizonyos informatikai infrastruktúrának a biztonsági kockázatát szeretnénk felderíteni, ami természetesen elengedhetetlen anélkül, hogy az informatikai infrastruktúrában lévő védelmi rendszereket ne tudjuk valamilyen szinten minősíteni. Hogy tovább lépjek egy kicsit, bizonyára nem mondok újdonságot, hogy ma már a kártevők többsége az az internetről érkezik, és az internetről származik, internetes kommunikációt használ. Azt, hogy használ, az itt az ábrán van még, ez egy 5 évvel ezelőtti információ, ugyan Trend Micro-tól származik, és ma akkor is ilyen nagyon nagy számok, 92%-ot mondtak arról, hogy interneten keresztül terjednek a kártevők. Ez csak a terjedésre vonatkozik. Azonban, hogyha kicsit tovább gondolkodunk, a manapság már a dolog kezd áttevődni az internetes kommunikáció kártevők által használt része egy másik oldalra. Nevezetesen nem csak a terjedésre használják a kártevők az interneten hálózaton keresztül történő kommunikációt, hanem adatszerzésre is. És ez pedig a CNC Command and Control Channel parancsvezérre távirányított gépeknek, illetve távirányított botnet hálózatokra utal. Miért is fontos az, hogy a CNC kommunikációnak a védelmét külön vizsgáljuk? Azért fontos, mert ugyan egy védelem nagyon könnyen mondhatja azt, hogy azonosítottam egy forgalmat, nem jó, teljesen mindegy az, hogy ez egy befelé irányuló forgalom, vagy kifelé menő, blokkolja és kész, pont. Ugyanakkor egy nagyobb infrastruktúrában, egy vállalatnál igenis lényeges lehet az, hogyha azonosítottunk egy CNC forgalmat, ami a vállalattól kifelé irányuló információkat visz magával és küld ki a vállalattól, akkor igenis nagyon könnyen tovább lehet abba az irányba menni, hogy ezt nem csupán blokkolni lehet, hanem felderíteni más kapcsolatokat is, amik ugyanabból a forrásból származnak. No, védelmek tesztelését tűztük ki célul, és az eredeti célunk az az volt, hogy tűzfalakat, végpontvédelmeket vizsgáljunk abból a szempontból, hogy mennyire képesek arra, hogy külön a CNC forgalmat azonosítani tudják, úgy, mint CNC forgalom, nem pedig úgy, hogy nem csak úgy, hogy kártékony forgalom. Egyre inkább látjuk azt, hogy a védelmek, tűzfalak, végpontvédelmek rendelkeznek olyan modullal, amelyek pontosan ezt célozzák meg. Checkpointban, Trend Micro-nak a tűzfal termékeiben is egyre inkább benne vannak ezek. Később pedig eljutottunk odáig, hogy nem csupán a CNC kommunikáció vonatkozó eredményeink születtek, hanem kártékony URL-ekre vonatkozó eredmények, illetve nem kártékony URL-ekre vonatkozó eredményeket is kaptunk. A középső kategória az a nem kártékony URL, ez arra vonatkozik, hogy tűzfalak rendelkeznek olyan képességgel, hogy URL-eket kategorizálni tudjanak, hogy ez egy news oldal, hírek oldal, vagy valamilyen felnőtt tartalom, és így tovább. Ebben a kis előadásban néhány módszert szeretnénk ismertetni arról, hogy hogyan tudtuk azt megoldani, hogy a CNC forgalmakat valamilyen szinten tesztelni tudjuk a védelmekkel szemben. Ehhez milyen tesztkörnyezetet használtunk, milyen volt a tesztvégrehajtás, és ami igazából egy újdonság ebben az egészben, az eredményeknek az analizálása, értékelése, hiszen, mint azt majd látni fogjuk, olyan mintákat használtunk a vizsgálat során, amelyekről a vizsgálat kezdetén fogalmunk sem volt, hogy az most kártékony oldal, nem kártékony oldal, CNC forgalomhoz kapcsolódik, vagy sem. Ezt az eredmények analizálásánál utólag soroltuk be, hiszen egy-egy kártékony oldalnak az életciklusa manapság már a néhány napra, néhány órára is
csökkent. Így módon, ha ahogyan megjelenik egy-egy ilyen oldal, a tesztelést azonnal végre kell hajtani, és nem tudunk arra időt fordítani, hogy esetleg besoroljuk, megvizsgáljuk, hogy mi történt, hogy az valójában milyen jellegű. No, minták generálásánál két módszert képzeltünk el. Az első módszernél egy megfigyelt hálózatban gyűjtöttük a felhasználóktól irányuló URL kéréseket, és ezeket aztán visszajátszottuk a egyes védelmek alatti rendszerekben. Természetesen mindegyik pontosan ugyanazt az URL-t kapta, ugyanazt a folyamatot kapta meg. Minden módszernek, minden szimulációnak, minden ilyen vizsgálatnak van előnye és hátránya is. Itt az előny az egyértelműen abból adódott, hogy a kártékony kód, ha az URL mögött egy kártékony kód van, akkor az nem került végrehajtásra. Így módon nagyon gyorsan lehetett ezt ismételni, és nagyon sok tesztesetet lehetett egyszerre végrehajtani. Hátrány persze, hogy nem a teljes kommunikációt vizsgáljuk, annak csak egy szeletét, és lehet, hogy a kommunikáció az egy oda-vissza üzenetküldésből, fogadásból alakul ki, és lehet, hogy a védelem éppen a harmadik szint, a harmadik lépcső után fog bármit is reagálni. További hátrány, hogy csak olyan kéréseket tudtunk reprodukálni, amelyeket már egyszer használtak, hogyha a CNC kommunikáció úgy zajlik, hogy mindig titkosítja, mondjuk mindig más kulcssal, mondjuk az idő szerint, akkor ettől a pillanattól kezdve ez a módszer persze nem használható. Tehát csak az ismételhető üzeneteket lehet így módon tesztelni. Különböző típusú üzenetek más és más tesztet igényelnek, hiszen ha nekünk kell reprodukálni az üzeneteket, akkor mint ahogy azt látni fogjuk ebben a tesztben, mi a HTTP kéréseket, HTTPS-es kéréseket indítottuk el. Ehhez egy egyszerű véget parancsot használtunk Linux alól, ami nagyon könnyen reprodukálható volt, de természetesen egy CNC kommunikáció teljesen más protokollt is használhat, még ha a HTTP a legelterjedtebb akkor is. És hát persze, hogy átok ezt a módszert nagyon könnyen támadhatják, hiszen elsősorban nem a teljes kommunikációra épül. Másik módszer, erről majd Botont fog egy kicsit részletesebben beszélni, itt magát a kártevőt használhatjuk arra, hogy generálja azt a forgalmat, amelyre nekünk szükségünk van. Ennek is van előnye-hátránya. Előny az, hogy valós, élő kapcsolatot tudunk használni a teljes kommunikáció használatával, így módon, hogy általában ezt kevésbé tudják támadni. Nem gond a különböző üzenetek, különböző típusú üzenetnek a reprodukálása, újraküldése, hiszen maga a kártevő az, aki ezt generálja. Hátrány, a kártevő kódját végre kell hajtani, teszt esetenként mindig egy tiszta rendszert kell produkálni, vissza kell hozni, ami valamelyest időt igényel. Így módon sokkal kevesebb teszt esetet tudunk vizsgálni. Első módszert választottuk első körben, és egy viszonylag nagy számú mintán teszteltünk. A második esetet egyelőre félretettük, az jelen pillanatban még csak kísérleti stádiumban van, de mint mondtam, erről Botont fog egy kicsit részletesen beszélni. A mintákat internetszolgáltatóktól valós forgalomból gyűjtöttük be, és amint azok beérkeztek, azonnal megpróbáltuk visszajátszani. Gyakorlatilag 30 percenként történt az újabb és újabb HTTP és URL-eknek a letöltése, amelyeket ilyen tízeses listákban rendezve, gyakorlatilag egy olyan listákat képeztünk, amelyeket szépen naponta ismételve, maximum 7 ismétléssel, azaz maximum 8 alkalommal megismételve tudtunk visszajátszani. Ez volt az eredeti terv, később ezt egy kicsit változtattuk, volt, amikor 6 volt, amikor pedig 10 napig elmentünk, hogy kísérletezzünk vele, és a tesztrendszerben szereplő architektúrák, amelyek az egyes védelmeket, illetve mögöttük lévő klienseket takarták, azok egyszerre fél percen belül kapták meg ugyanazt a feladatot, hogy itt van ez az URL halmaz, és ezt végre kell hajtaniuk. A rendszer tulajdonképpen egy az ábrán látható hálózatból épült fel. Felkészítettük arra, hogy tűzfalak, gateway-eken lévő védelmeket is tudjunk tesztelni. Itt egy klienseket helyeztünk mögéjük, amelyeket Linux-szal szimuláltunk, véget parancsol, azt mindjárt majd említem, hogy hogyan. Beterveztük azt is, hogy végpontvédelmeken futó
klienseket, végpontokon futó védelmeket is tudjunk tesztelni, de itt már Windows kliensek segítségével. És persze beletettünk a rendszerbe egy olyan elemet is, hogy védelem nélkül állapot is tudjuk referenciaként vizsgálni, hogy ténylegesen mi töltődik le az adott URL-ről. És hát a rendszerünknek egy lényeges eleme, egy tűzfal, amivel az összes kimenő, meg bejövő forgalmat tudtuk monitorozni, hiszen hogyha egy kliensvel leinduló kérés a tűzfal megfogja, a védelmenek megfogja, akkor az már ez a külső tűzfalhoz már nem kerül át. Így módon tudjuk azt monitorozni, hogy az valójában a gateway az kiszűrte vagy nem szűrte. Első körben megvalósítottuk azt a rendszert, hogy itt globálisan egyszerre gateway és végpont védelmeket is együtt teszteltünk, azonban beláttuk azt, hogy ez nem fog menni. A végpont védelmek esetén ugyanis kb. 5-10-szer annyi tesztelési idő szükséges, mint ami a tűzfalak esetén szükségessé vált. A teszt végrehajtása tulajdonképpen a Linuxból alól szimulált kliensen tulajdonképpen URL-enként egy-egy sorral történt, ahol teljesen bekorlátoztuk azt, hogy mennyit lehet letölteni, mennyi ideig tarthat maximum, hogy lassú letöltésekkel ne húzzuk el az időt. Abban az esetben, hogyha a letöltés elkezdődött, ezt úgy apostrofáltuk, hogy a letöltés sikeres, az oldal elérhető, a védelem nem fogta meg. Menteni, amit lehetett, elmentettük, az a végetlen kalogját, a lementett tartalmat, a külső tűzfalon a forgalomnak a logjait, illetve természetesen a tűzfalakon a védelmeknek a riportjait. És ezt ismételtük addig, amíg ugye URL-eink vannak. A következő néhány ábra az eredményeknek a analizálásának a néhány lépését mutatja. Tulajdonképpen itt most bal oldalról elindulunk a különböző típusú információkkal, az eredeti listával, a véget loggal, a védelem logjával, a külső tűzfalnak a logjával. Ezeket gyakorlatilag egységesítve egy-egy listába, védelmenként egy-egy listába szerveztük, hogy könnyen kezelhetővé váljon. Problémát jelentett, hogy az URL-eket különböző védelmek, különböző rendszerek, különböző kéleképpen jelenítik meg. Valahol ott van a portnév, valahol nincs ott a portnév, valahol ott van az elején, hogy HTTP, valahol átalakítják a space-eket 100%-20%-ra és így tovább. Ezeket egységesíteni kellett, hiszen számunkra az URL jelentette azt, ami összehasonlítást biztosított a különböző logoknak az egyes bejegyzései között. Ezt követően a következő lényegi dolog a ezen védelmenkénti listafájloknak a gyakorlatilag az egységesítése, és az egyes védelmeknek az információinak az összegyűjtése. Ezt egy állományba szervezve igazából azt tapasztaltuk, hogy a védelmeknek a napló állományai azok különböző módon jelenítik meg a különböző találatokat. Általában itt most egy példa szerepel, ez a TagMicro IVSV-nek a logja. Gyakorlatilag egy külön mezőbe szerepel az, hogy amit mi oknak apostrofáltunk, illetve egy kategóriának, különböző típusú dolgok jelentek meg. Például itt fönt az, hogy a CCCA site-ot talált, ez utal arra, hogy Command and Channel kommunikációt azonosított, de ugyanakkor, hogyha valamilyen más találata van, akkor az már kategóriaként, valamilyen kategóriát, disaster vectort van, vagy például untestedet jelölt meg. Minden ilyen információt, minden ilyen mezőt összegyűjtöttünk ebbe az általunk használt logfájba, általunk használt listába, és összeszedtük ezeknek az összes variációs lehetőségét. Ez csak egy rövid kis részlet ebből. Voltak benne persze érdekes dolgok, mint itt alul látni, hogy anti-malware engine cannot be loaded, vagy internal anti-malware engine error, vagy ilyesmi. Tehát azért némi problémákat sikerült a termékeknek okozni. Ahhoz, hogy az egyes kategória párosokat össze tudjuk rendelni, ehhez különböző azonosítókat rendeltünk hozzá, amelyek lehetőséget adtak arra, hogy
a nem teljesen azonosan nevezett kategóriákat is valamit közel hozzuk egymáshoz, hogy tudjuk értékelni azt, hogy mennyire egyforma volt a védelmeknek a véleménye. És a következő lépés az eredmények értékelése során, itt a harmadik, amikor is két lépcsőben megállapítottuk azt, hogy a védelmeknek mi volt a többségi véleménye az adott URL-ről. A többségi véleményt fogadtuk el, nem mondtuk azt, hogy előre megmondjuk, hogy ez egy olyan URL, ami jó vagy rossz. A védelmeknek a többségi véleményére alapozva azt mondtuk, hogy azt vizsgáljuk, hogy a védelmek mennyire igazodnak a többségi véleményhez. Ha feltételezzük azt, hogy egy gyártó, egy védelemgyártó mennyire, mennyi infrastruktúrával, mennyi erőforrással rendelkezik, akkor az nyilván sokkal, de sokkal nagyobb ahhoz, mint amit egy tesztelő csapat elő tud teremteni. Így módon nekik sokkal több lehetőségük van arra, hogy ezeket a kártékony kódokat besorolják, és a többségi véleményre alapozva sokkal jobban tudjuk közelíteni a valósághoz a termékeknek a szintjét. Természetesen van benne hiba is. Egy-egy véletlenszerűen kiválasztott mintahalmazzal megoldható az, hogy manuálisan megvizsgálva ténylegesen valami hiba határt tudjunk megállapítani hozzájuk. A következő lépés pedig az volt, hogy pontoztuk az egyes védelmeket, és az egyes védelmek találatát, jelzését, az szerint, hogy ugye a többségi véleményhez mennyire igazodtak. Néhány eredmény. Mit mondtam, az elején nagyon nagy számú vizsgálatot végeztünk el, hát néhány szám erről. Összesen 644.389 egyedi URL-t vizsgáltunk 28 nap leforgása alatt idén májusban. Mindegyiket 6-10 alkalommal hajtottuk végre, ez azt jelenti, hogy a tesztesetek száma több mint 5 millió volt. 8 védelemmel plusz a védelem nélküli esetben ez összesen több mint 46 millió teszteljárást akart, és ami az egésznek a végén keletkezett, naplófájlok, listák meg, amit most az eredmények értékelésénél említettem, ez több mint 1,7 milliárd sort akart, több mint 154 gigabájt. Tehát rettenetesen nagy mennyiségű eredményről van szó, amiben most néhány kis jellemző részletet szeretnék kivagadni. A példa eredményünk az egy CNC forgalomra vonatkozó URL-re vonatkozó detektálásokat fogja takarni. Itt egy nulladik napi tesztelés, illetve 5 ismétlés fordult elő, és az utolsó napi többségi vélemény alapján soroltuk be, hogy ki, melyik védelem mennyire igazodott ehhez a konszenzushoz. Szemmel láthatóan a 8 darab védelem, szándékosan nem szeretnék terméknemeket említeni, hiszen ez még egy kísérleti fejlesztés alatt lévő eljárás, de azért látszik, hogy vannak itt jó néhány termékek, amelyek nagyon minimális számba voltak képesek ezt a CNC forgalomként azonosítani. Ez a lila az nulladik napon elindult valamilyen magasabb szintről, felemelkedett és szinte vízszintesen az ötödik napig változatlan formában működött tovább, míg a kék az gyakorlatilag folyamatosan emelkedett. Ha megkérdezem, hogy melyik termék a jobb, a kék vagy a lila, akkor lehet azt mondani, hogy kék, lehet azt, hogy lila, de igazából ez attól függ, hogy a kártevőknek, a kártékony kódnak az életciklusa az mekkora. Ha a kártékony kódnak az életciklusa kicsi, mondjuk 2 napon belüli, akkor ránézésre is azt mondhatjuk, hogy a lila az jobb. Ha viszont hosszabb, akkor már kérdéses, hogy a lilával vagy a kékkel járunk jobban. De a legjobban akkor járhatunk, hogyha a kettőt, mondjuk a két tűzfalvédelmekről, gateway-ekről van szó, valamilyen módon egymás után kapcsoljuk, hiszen ekkor valahol ebben a sávban lévő eredményeket tudunk elérni. Következő kis példám pedig arra utal, hogy az eredmények értékelése során találtunk néhány olyan esetet, ami elgondolkodtatásra ad okot, ugyanis
esetenként a védelmek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, de csak egyszer-egyszer. Amit itt látunk, az soronként egy-egy teszteset egy-egy URL-lel, ez az egész egy darab védelemre vonatkozik. A függőlegesen pedig a színes oszlopok az egy-egy napi teszteléseknek az eredményét akarja. Ahol zöldet látunk, ott az meg 1.0-as számokat, az azt jelenti, hogy az adott védelem a többségi véleményhez 100%-ig tudott igazodni, teljesen belepasszol. Ahol kéket látunk, egyessel ugyanezt jelenti, annyi különbséggel, hogy az a forgalom, az az URL, a CNC kötődésű volt, és ezért jeleztük külön színnel, ahol piros, ott pedig vagy nem volt találat, vagy nem jelzett semmit, vagy teljesen más találatot mondott, mint amit a többségi vélemény. Hát látszik, hogy ott a legelső sorban, a három piros találatnál, ott még a védelem nem volt képes az első három napban azt az URL-t azonosítani, de aztán később megtanulta, mert feldolgozták mondjuk a gyártónál. Viszont ez egy érdekes dolog itt ebben a sorban. Itt ugye azt látjuk, hogy indul ezzel a három piros négyzettel, ami ugye azt jelenti, hogy védelem nem volt képes azonosítani, aztán megtanulta, és ismeri azt az adott URL-t, le tudja azonosítani, teljesen korrekt, ugye ez egy CNC forgalom, aztán egyszer csak semmi, de utána visszatér, következő nap már működik rendesen. A vizsgálatunk szerint ez abból adódhatott, hogy abban az időben a védelem nem tudott a felhőkkel kellőképpen kommunikálni, a gyártói szerverekkel valami kommunikációs probléma történt, és ennek hatására a védelem azt mondta, hogy az az URL-rel nincs semmi probléma. Ez maga után vonja azt, hogy a vizsgálatnál célszerű arra is odafigyelni, hogy az ilyen típusú problémákat felderíteni, hiszen ha mi egy szolgáltatást vásárolunk, ami egy védelemben testesül meg, akkor nem csak az a lényeg, hogy annak milyen tudása van optimális esetben, hanem valós esetben is, amikor, nagy Isten, valamilyen hálózati probléma miatt a védelem nem kap információt a szervertől, akkor is valamilyen szinten neki ezt le kellene tudni kezelnie. No, további tervekkel kapcsolatban, illetve a második esetről, amikor is a valós kártevőket használjuk arra, hogy a forgalmat generáljuk a tesztelés során, erről Botont fog most beszélni. Köszi szépen. Még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy gyakorlatilag ezzel nem régóta foglalkozunk. Ez a teszteset, ez gyakorlatilag azt vizsgálja, hogy az egyes kliensekre telepítjük föl a CNC-t, illetve magát a trójait, és ebből keletkezett CNC forgalommal próbáljuk meg elemezni az egyes végpont védelmeknek a minőségét. Azt érdemes előbb leszögezni, hogy gyakorlatilag is, amikor botnetekkel, vagy a botnetekhez hasonló megoldásokkal foglalkozunk, tudnunk kell, hogy gyakorlatilag mire számíthatunk. Ezeknek a botneteknek gyakorlatilag a célja a személyes adatoknak az eltulajdonítása, illetve hogy gyakorlatilag amióta már léteznek digitális pénznemek, azóta gyakorlatilag ezeknek az ellopása a célja. Itt fontos kiemelnem ugye, hogy a magának a hitelkártyáknak, illetve a kreditkártyáknak a CVC kódjának az ellopása az egyik nagy cél, illetve amióta léteznek ezek a digitális játékboltok, itt a Steamre és az Origin-re gondolok elsősorban, azóta a rajtuk található pénzösszegeknek, illetve a játékok profiljának az ellopása is terítékre került. Az egyik leggyakrabban használt, illetve a fekete piacon leggyakrabban használt, a SpyEye-ból kifejlesztett botnet hálózat, a Zbot, vagyis a Zeus botnet hálózat. Mindjárt ki fogok térni arra, hogy gyakorlatilag miért pont a Zeus botnettel kezdtem a vizsgálatot. Fontos, de ezt ugye megemlítettem, hogy a céljuk nem a károkozás, bár ilyen tekintetben gyakorlatilag a pénznek, illetve valamifajta információnak az ellopása is kárt tud okozni. Egy botnet hálózatot, illetve egy botnetnek a számítógépre való bekerülése három fő csoportra osztható le.
elsősorban valamiféle e-mailből, tehát valamilyen spam, ilyen social engineering módszerrel sikerül bejutni a számítógépre, illetve valami fajta drive-by download és cross-site scripting módszerrel juthatnak be, például valami fajta egyébként ártamatlannak tekintett weboldalon keresztül próbálnak meg bejutni a számítógépünkre, illetve a csúnya rossz fiúk megpróbálják kideríteni a gyengeségeinket a végpontokon, és azon keresztül ezeken a hibák kihasználásával sikerül bejutniuk a számítógépünkre. Miért pont az EUSZ-t? Mert a többi botnethez képest, például ami a manapság kezdték el fölkapni a Vörös Októberhez képest, például sokkal jobban dokumentált, hiszen 2007-ben jelent meg maga a botnet. Egy nagyon szép életpályát írt le, gyakorlatilag már majdnem lassan 7 éve van a piacon. Azóta nagyon sokat fejlődött. A kezdeti HTTP, még SSL titkosítás nélküli HTTP kapcsolatoknak a monitorozásán kívül manapság már POP3-as HTTPS csatornáknak a lehallgatását is képes végrehajtani, illetve különböző weboldalaknak az emulálását is képes elvégezni. Itt elsősorban a banki oldalakra gondolhatunk. A mérete a kezdeti pár száz kilobájtostól manapság már az egészen lusta több megabájtosig terjedhet. Ez ugye két dolgot jelenthet. Vagy azt jelentheti, hogy már nagyon lusták a programozók, és gyakorlatilag tele van szemetelve a kód, vagy az, hogy annyira kifinomult toolkitekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakorlatilag bármit képesek elérni. E hónap 8-án rögzítettem ezt az adatot. Ez az adat, ez a zeustracker.eu-ról származik. Ez egy olyan oldal, amelyik a Zeusnak a binárisával, illetve a hálózati forgalmának az elemzésével, illetve közlésével foglalkozik, kifizetten biztonsági informatikusoknak, illetve hálózati rendszergazdáknak. Itt nagyon jól láthatjuk, hogy gyakorlatilag hiába 2007 óta van meg, és a nyilvánosságban gyakorlatilag majdnem mindenki tud róla, gyakorlatilag még mindig a világ hálózati forgalmának egy tetemes részét a Zeus botnet teszi ki. Itt láthatjuk az egyik social engineering módszert, hogy hogyan próbálja meg átverni a kedves felhasználót. Az itt szépen kiemeltben közli a kedves felhasználóval egy weboldalon keresztül, hogy ugyan már kössük össze a Facebook fiókunkat a hitelkártyánk adataival, és ezért még természetesen jóváírást is fogunk kapni. És sajnos ebben az a szomorú, hogy gyakorlatilag a 10-ből 9 ember ebbe beleesik. És nem csak normál felhasználókról van szó. A kártevő az alapvetőleg három fő komponensből épül föl. Az egyik maga egy konfigurációs állomány, amely leírja, hogy milyen gateway-eken keresztül fog kommunikálni a CNC szerverrel, illetve hogy milyen portokkal, milyen titkosítással próbálja meg leplezni az adott hálózati kommunikációját. Illetve egy futtatható exe file, ami magát a trójait tartalmazza, illetve egy dropzone-nak nevezett file, amiben az ellopott információt tárolja ideglenesen, míg el nem juttatja a gazdájához. A konfigurációs file nagy többségében, itt ilyen több tízmilliós file-t vizsgáltunk meg, általában valamifajta bináris állományról van szó. A futtatható exe file, mint említettem, ő tartalmazza magát az EUSZ trójait, illetve a dropzone az egy PHP kiterjesztéssel rendelkező file, szépen struktúráltan található meg benne az egyes információk. Mint említettem, ugye az információkat nem csak titkosítatlan, hanem titkosított HTTPS csatornákat is képes ugye lehallgatni, FTP-ket, POP3-as protokollokat is képes megfigyelni. A fertőzött gépek azok különböző botnetekhez, illetve botnetekbe szervezi. Volt már rá példa, hogy a Microsoft az elmúlt években lekapcsolt több CNC szervert, és ettől több százezer halott Zeus próbált meg ugye kapcsolódni a CNC szerveréhez, természetesen sikertelenül. Viszont nemrégiben figyelték meg, hogy új szervereket helyeztek üzembe a rossz fiúk, és ezeken keresztül újból irányításuk alá tudták venni ezeket a eddig halottnak hit Zeus klienseket. Tehát gyakorlatilag a tesztelések során
nem érdemes azt mondani egy már egyébként felismert Zeus adatforgalomra, vagy mondjuk egy Zeus kártevőre, hogy ezt már ugye fölismeri a kárte, fölismerik a végpontvédelmek, ezekkel ugye már nem kell foglalkoznunk, de sajnos kell foglalkoznunk, mert nem lehetünk biztosak, hogy a holnap, vagy akár a következő percben ezek a passzívnak, vagy eddig halottnak hitt Zeus trójaik, ezek nem lesznek-e aktívak. Titkosított konfigurációs fájlt használ, ez azért problémás, mert alapvetőleg azt próbáljuk meg megvizsgálni, hogy milyen CNC adatforgalmat, illetve milyen CNC kapcsolatot próbál meg felépíteni, és illetve azt szeretnénk kideríteni, hogy mely szerverekhez kapcsolódik hozzá magában a saját mini infrastruktúrájukban. Ezeket sajnos, mivel titkosítottak, ezeket nagyon nehéz kideríteni. Jelenleg amelyik a legfrissebbek, azok 14 titkosítást használnak, ebből 7 darab megvan, a maradékra még kérnék pár időt, és akkor azok is meglesznek. Említettem ugye, hogy valami fajta social engineering módszert próbálnak használni, hogy információt nyerjenek ki az egyes felhasználókból. Ezek ugye valami fajta webformok, amelyeken keresztül információt kérnek be. A teszt során első körben lusta módon én úgy gondoltam, hogy kiválasztottam 20 darabot találomra hasonlóütésszerűen, betettem egy tenyésztő rendszerbe, aminél egyesével egy automatikus rendszer beteszi egy virtuális gépbe, elkezdődik a Zeus fájnak az elindítása, majd megvárom én a hálózati forgalom elemzését, illetve elkezdi automatikusan rögzíteni maga a tesztrendszer a hálózati forgalmat, majd én szépen megvárom, míg a 20 darab le fog futni, és abból szépen azt fogom mondani, hogy valamit sikerült elérni. Na most ez sajnos az elején ez nem jött össze, mert lefuttattam ezeket, és gyakorlatilag nem volt adatforgalom, illetve csak annyi adatforgalom keletkezett, amennyi a Windowsnak a jóságos mindenféle visszajelzései a Microsoft központ fele. Az első probléma, hogy betettem pár perc alatt, betettem egy Total Combat-nek van egy ilyen FileInfo nevezetű kis kiegészítője, ami megmondja az exe-file-nak a bizonyos paramétereit. Rögtön ért az első meglepetés, hogy ami az EU trackerről, illetve egyéb helyekről elérhető az EU-szoknak, egy tetemes részének ezzel a hibával találkoztam, vagyis hogy az import táblában gyakorlatilag nem létezik, vagy hibás, törött, tehát gyakorlatilag nem tud lefutni maga az exe-file, illetve maga a bináris állomány nem tudott lefutni. Ekkor úgy döntöttem, hogy gyorsan átfuttatom ezt a 20 darabot a Total Combat-nek a fájlinfóján, és gyorsan megnézem, hogy legalább legyen valami minimális eset, amit tudok vizsgálni. Ekkor még mindig nem volt jó, mert még mindig csomónál ugyan úgy tűnt, hogy elindult, de még mindig nem csinált adatforgalmat. Ekkor kitaláltam, hogy a Microsoft Visual Studio-n belül létezik egy olyan toolkit, hogy Dump Bin, amely a Microsoftnak egy beépített megoldása, és ezzel lehet az exe fájlokról, illetve futatható állományokról sokkal részletesebb információt, és ami sokkal jobban örültem neki, ezt a részét ezt tudtam automatizálni is. Itt egy jó Zeus fájlnak a kimenetét láthatjuk, illetve nem, egy hibás fájlnak a kimenetét láthatjuk. Gyakorlatilag ezzel 90% fölötti pontosággal meg lehet állapítani, hogy egy adott Zeus file az működni fog, vagy nem fog működni. Illetve itt látunk egy teljesen jó kitűnő fájlt, illetve exe fájlt, bármikor be tudtuk tenni a tesztrendszerbe, és simán lefutott. Ezek már termeltek hálózati adatforgalmakat, alapvetőleg DNS, illetve HTTP kéréseket hajtottak végre. Itt azt figyeltük meg, hogy voltak olyan DNS kérések, amelyekhez nem párosultak HTTP kérések, illetve ezekből gyakorlatilag az derítettük ki, hogy nem minden esetben tudott ugye csatlakozni a CNC szerverhez. Amikor sikerült, akkor például jelen esetben, amin láthatjátok ezeket a teszt képet, itt például ezen a doménen keresztül próbált letölteni egy ilyen fájlt, és ezen keresztül próbálja meg letölteni a trójait, és ezen keresztül próbálja meg elindítani ugye a Zeus botnet, illetve próbálja meg becsatlakoztatni a klienst a botnet hálózatba. A vizsgálatok során rengeteg eset található meg, hogy hol találhatóak ezek a Zeus botnetek, illetve hogy hova próbálják meg elrejteni a fájlokat. Itt 3 leggyakoribb esetet próbáltam meg felsorolni, ahol a
egyrészt le van írva, hogy hol található meg maga a bináris állomány, amit automatikusan el fog indítani minden újraindítás után, illetve hogy hol találhatóak meg a megszerzett adatok, illetve a titkosított konfigurációs fájlnak az elérési útvonai is. Nagy általánosságban ez a három szokott lenni, és ez mind a mai napig érvényes. Tehát ez vizsgáltunk 2007-es, illetve nagyon friss botnetek, botnet verziókat, illetve megvizsgáltam most idei évieket is. Összefoglalást? Jó, összefoglalásként néhány szót, mint ami elhangzott. Ugye egyrészt módszereket alakítottunk ki CNC forgalom detektálásának a vizsgálatára, tehát hogy védelmeket tudjuk megvizsgálni abból a szempontból, hogy CNC forgalom elkapására mennyire alkalmasak vagy nem alkalmasak. Kétfajta módszerünk volt, az egyik, ahol a magukat az UAV-eket ismételtük, másik esetben pedig magukat a kártevőket használtuk arra, hogy generálják azt a forgalmat, amivel nekünk szükségünk van a vizsgálathoz. Egy olyan eljárást mutattunk itt most be, ami gyakorlatilag a többségi döntésen alapul, és ugyan megkérdőjelezhető, de hozzátéve azt, hogy hibahatárvizsgálattal besorolható azt, hogy megfelelő eredményt, megfelelő statisztikai eredményt lehet ez alapján számítani, ami arra vonatkozik, hogy a védelmeknek milyen képességei van, még ha nem is vagyunk teljesen biztosak abban, hogy a nagyszámú felhasznált minta az valójában pontosan milyen kategóriába tartozik. És néhány további publikáció, ami mindegyik témával kapcsolatos és gyakorlatilag elérhető. Az utolsó az hónap végén egy konferencián fog megjelenni. Az előző kettő az már élő és elérhető információkat akar. Egyrészt erről a többségi véleményes kiértékelésről, illetve a legelső pedig a kockázatok elemzésével kapcsolatos. Köszönjük szépen a figyelmet!